Na, épp a Janival beszélgettem, Jani barátommal. A sárgája nagyon jól érezte magát, hát negyed év nem mente, mondjuk, mint a Mazsika. Úgyhogy kíváncsi vagyok, Mazsika milyen kedvel fog itt jönni. Gyere, édesapa! Gyere, gyönyörű! Gyere, drágám! Ő ide bekevertél ott mindent, te! Na, inkább elengedem, én mondom neked. Úgy csinálod, ahogy én mutattam. Észre se veszi a ló, befordítottad is már szépen. Mert a húzod, úgy akarod kiakasztani, hogy a két kézzel fogod a szárat, úgy nem bírod. Csak úgy bírod, ha kötőféket már előre fogom. Na, ez tegnap ment bőven. Megnézzük a hangulatját milyen. Nem stejfecske. Megnézzük a kancákat, sárga, az tip-top rendben volt. Na, jó. Ez is maradhat ki bőven. Lefekszik. Sárga az el volt. Ő ment sokat, ő rá vagyok azért jobban kíváncsi a Mazsikára. A kancák olyan frissek ott a parikban, mindjárt nyergelik majd őket. Mint a sárkányok olyanok voltak. Azt a kis nehéznek, de jó nekik naturál masszázs. Hopp, mi az enyém? Ajja, juj, Mazsikám! Hát nem fáradtál el az anyád szentit, ha? Mivel lesz a cserebogár? Mazsi! Ja, és ilyenkor minden néznek, hangokat. Kis gombócka, szép kancok, vagy szép csődike különben. Kanca. Na jó. El lesz izomlás, kijel, mert mondom, nagyon ment tegnap.